Sziasztok! Szia, Christian, Andy vagyok. Szia, Andy, Christian vagyok. Ja, akkor Andy, Christian, Econcamps-ban dolgozunk, és most egy bibliai könyvet fogunk olvasni. Ugye? Melyik könyv lesz? A Korintusiakhoz írott második levele Pálnak. És mi már olvastuk az egész könyv, csak néhány dolgot mondjuk erről a könyvről, mert lehet, hogy egy embernek az abszolút új, lehet, hogy néhány vers tudja, de hány fejezet van? Hosszú? Ilyen 13-an? 13 fejezet van. És úgy beszéltünk egy kicsit, hogy akkor lehet, hogy ez nem a második levél? Igen, jó kérdés. Van rá utalás. Úgy olvastuk a mindkét levélben, hogy mintha lett volna más levél is, hogy ez most benne van ezekben a levelekben, vagy nem tudjuk, hogy hol vannak ezek a levelek. De biztos van, akkor volt egy levél az első Korintus előtt, és akkor Pál odament Korintusba, és akkor az arról lehet olvasni az Aktuál könyvben. Így van, a második missziós úton találkoztak elvileg először. Aha, és akkor a lényeg az, hogy Pál szokás szerint sokszor írt egy levelet. És itt is van. Így van. És a fő téma, miért írt a Pál egy levél? Mert csak ott volt, unatkozok egy nap, és gondoltam, hogy jó, akkor mit csinálok ma? Akkor írok egy levél az ottani gyülekezetnek. Így van. Hát azt olvassuk, hogy mindjárt itt az első fejezetben van rá utalás, hogy volt egy korábbi levél, amit könyvhullatással írt, de talán volt benne némi aggodalom, hogy akkor minden oké, jól van-e így, talán próbálta még korrigálni, vagy megerősíteni azt, amit az előző levelében, vagy leveleiben írt. Mert hogy úgy tűnik, hogy Korintusban még mindig nincs minden rendben. Igen, és akkor az érdekes, mert nekünk, ez egy fontos könyv nekünk, mert lehet látni, hogy Pálnak az mit jelent keresztény vezető lenni, nem? Mert volt egy, mindjárt fogunk látni a következő videókban, hogy volt más apostolok is, aki bejött, és lehet, hogy máshogyan beszélt, máshogyan tanított, más beszélt, hogy mit kell csinálni, és akkor annyira fontos, hogy látjunk, hogy Pál mit mondta ilyen erről a dologról. Így van. Nekem nagyon pozitív és imponáló, hogy Pál nem a tekintélyével próbál érvelni, igen, hanem mindjárt így az elején egyrészt közösséget vállal, ugye a szenvedésben és a vigasztalásban is, aztán megköszöni a korintusiaknak azért elmondott imákat, és hálát ad. Úgyhogy így próbálja megteremteni ezt a közös hangot, hogy akkor ezt a levelet tudják befogadni a korintusiak. Igen, és az érdekes, hogy 9. vers azt mondja, hogy sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben. És az egyik fő téma az egész könyvben, nem, hogy az nem rólunk szól, az a Istenről szól. És aha, és igen. És ez szerintem a nagy kihívás ma is, akár egy misszió munkásnak, de egy egyszerű hívő embernek is, hogy mindig azonosítsa azt, hogy nem ő az, aki a missziót végzi, hanem Isten végzi. És Pál is egy eszköze Istennek, vagy a korintusiak is eszköze Istennek, mindenkinek megvan a saját területe szerepe, de hogy mindig Isten legyen a fókuszban. Igen. És azt is az első fejezetben, ha jól lettem, akkor oda is akart menni, nem? A 15. verstől kezdve. És ez érdekes, mert akkor nem lehet csak repülővel oda menni, pikpakpok, hanem... Igen. Mint hogy ezt a vívódását mondaná, hogy ő szeretett volna menni, de úgy tűnik, hogy Isten még valamiért feltartóztatta őt, úgyhogy el is kezd ezen kicsit úgy dilemmázni, hogy most akkor az igen, a nem, akkor ezt most akkor igazat mondtam, nem mondtam igazat, de abban nyugszik meg, hogy az a jó, amit Isten dönt, és hogy Istennél vannak az igenek, ő nyitja meg az ajtót, ő zárja be az ajtót. Az első fejezet, van 13, és akkor a következő videón lehet látni a második fejezet. Na, sziasztok!